Start. Start, elindult a nap hatodik futama, hosszú távú cenzor handicap. Bivos Cassanának volt a komoly gondjai a start előtt, hibázgatott, szinte esély nélkül folytatja. Repeta indult remekül, és Sebes is jól kezdett. Utrio Damour üget egyelőre a nyomukban. Két teljes kör egyébként a cenzor handicap távja. Két nagy favorit pedig az egyaránt rég ellátott Pozsony, valamint Macsetta. Ott az ötödik, hatodik helyen egymás mögött ügetnek. Mellettük egyébként Lardon és Spar Lady kettőse. Onze májuk kezdett még viszonylag gyengén, csak a galoppal induló Bivos Cassandra helyezkedik egyelőre mögötte. Persze sok van még hátra, nagyon sok van még hátra, majdnem 2000 méter még ebből a futamból. Az élen Sebes, de lassít a tempó, jönnek mögé a favoritok. Óriási lendülettel érkezik Pozsony, Pozsony hátán pedig Macsetta is szép lassan megkezdi az árkózást, úgyhogy mire már csak 1800 méter lesz hátra a cenzor handicapből, a favoritok megérkeznek a vezető Sebes mögé, sőt elé, hiszen Pozsony úgy fest, hogy át is tudja majd talán venni tőle a vezetést. Egészen jól együtt van az egész mezőny, Pozsony a második pozíciót foglalja el, amikor a lovak megérkeznek a kanyarban, mellette ott van belül Sebes jobb pozíciót elfoglalva. Sebes, illetve Pozsony, ez az első kettesüket, majd jön Repeta, mellette pedig már Macsetta színei látszanak, majd jön egy újabb kettesüket, a belső tagja Utrillo Damour, kívül pedig Nishrin Odire. Ők hatan így diktálják a tempót a mezőnek, ami a jó közepesnek tűnik a verseny ezen szakaszában. Valamivel több mint egy kör van még hátra a futamból, ez 1300 métert jelent, picit gyorsít Vicenpál Pozsony kocsiában, és akkor át fogja venni most már a vezetést. Egy teljes körrel a vége előtt, Pozsony most már az első. Pozsony az élen, Macsetta pedig szép lassan jön fel mögé a második helyre, Sebes a falon, remekül tartja magát, majd érkezik Repeta és Nickerin Odire kettőse, Utrio Damour és Spar Lady, aztán Bivos Cassandráék Lardonnal és Onze de Mayoval egyetemben a sor végén látszanak. Mindenki versenyben van, a két favorit az első két helyen, Sebes próbálja egyelőre velük tartani a lépést, a Repeta a negyedik, Nickerin Odire pedig még mindig az ötödik pozícióban, amikor a verseny utolsó harmadát kezdi a mezőny, ami meglepetés, hogy Onze de Mayo mindig csak a mezőny végén, két fáradóló mögött is nem igazán tud elindulni egyelőre a verseny harmadik számú esélyese. Pozsony az élen, Pozsony előre nagyjából másfél osztassa tehető Sebessel és Macsettával szemben, a Repeta még mindig a negyedik, Nickerin Odire pedig továbbá is az ötödik helyen, Spar Lady, illetve a most galoppozó Utrio Damour volt eddig mögöttük a sorrend. Jön a verseny utolsó 600 méterre, ami meglepetés, látszólag Macsetta nem bírja, kezd visszafelé csúszni, Pozsony mögött pedig még mindig Sebes a második. Pozsony, Sebes, ez az első két ló sorrend, és mögöttük nem nagyon tudnak jönni a többiek, talán majd a falon Utrillo Damour, vagy kívül Nishrin Odire, minden esetre Repeta sem igazán friss, és csak Onze de Mayo most bontakozik ki a két fáradt lók mögül, most bújt ki a mezőny végéről, föl tud-e zárkózni, ez a nagy kérdés, hiszen közel 60 métert adott föl az elejének. Pozsony időközben folyamatosan vezetés, átveszi a vezetést, majd Sebes, Sebes, Pozsony, ez az első két ló sorrendje, Sebes átveszi a vezetést, és akkor Onze de Mayo akár még a harmadik helyezést is elcsípheti a végén, az utolsó 100 méter fog dönteni, Sebes már egyértelműen elől van, Sebes, Pozsony, a harmadik helyen továbbra is ott van Repeta, és az utolsó métereken már nincsen változás. Sebes nagyot fut, legutóbbi győzelmére tud duplázni Gyulai Nikolettel, Sebes a győztes.